Január 12-én emléktűzgyújtással emlékeztek meg a Pákozdi Katonai Emlékparkban az úri viáltörés 70. évfordulója kapcsán. A mi feladatunk az emlékezés, emlékezni minden hősre, aki akkor 70 évvel ezelőtt életét vesztette. A Katonai Emlékparkot 2012. január 1-én az állam nemzeti emlékhelyén nyilvánította. Ez is mutatja, hogy Székesfehérvár immár két nemzeti emlékhely tulajdonosaként kiemelt szerepet tölt be az ország nemzetudatápolásában. Korábban a Fejér megyei önkormányzat volt tulajdonos, és hosszú távon valószínűleg a Honvédelmi Minisztérium veszi majd át ezt a tulajdont, hiszen ez egy állami feladat. Ettől függetlenül önkormányzatunk eddig is, és ezután is fontosnak tartja azt az a fias nevelést, aminek ez egy kiváló terepe. Nagyon sok fehérvári fiatal fordul meg évről évre. Pákozdon gyönyörű természeti környezetben vehetnek részt egy olyan programsorozaton, ami segíti őket. Ráadásul a park egy pályázatnak köszönhetően a világ legnagyobb részletességű légitérképével büszkélkedhet, melyet bárki megtekinthet az emlékév honlapján. A minden eddigi repülőgépről és műholdról készített felvételnél nagyobb felbontású képen a legapróbb részletek is jól kivehetőek. Nagy áttörés, mert ugyanezt a technológiát vizsgálatokra is lehet majd használni, növénybetegségek kiszűrésére, árvízvédelmi kérdésekben és nagyon sok olyan dologban, amiben most még magunk se gondolunk bele, vegetáció térképezésre például, és még sorolhatnám ökológiai vizsgálatokra, környezetvédelemre. A felvétel attraktivitása jól hangsúlyozza a parkot létrehozó és fejlesztő honvédség és társadalom baráti kör célkitűzését, a honvédelem eszmeiségének fontosságát. Az emlékéhez kapcsolódva épp ezért egy rajzpályázatot is kihirdettek. Szent István országát szólítjuk meg, ennek megfelelően a nemzet ifjait szólítjuk meg, a Kárpát-medence ifjúságát 8 és 15 év között. Készítsenek alkotásokat képzőművészeti, bármilyen képzőművészeti technikával, egyedileg vagy csoportosan, de egyről szóljon az országvédelemről, a Szent Korona védelméről. A Kárpát-medencei iskolások részére kiírt pályázat eredményét május 21-én hirdetik majd ki.